Legendás sportoló egy példakép, aki sport sikerei csúcsán kis ilyen végzetes autóbalesetet szenvedett. Szekeres Pál egy kerekes székben kezdett új életet. A törés kardvívó az egyetlen olyan ember a világon, akinek sikerült olimpiai és paralimpiai játékokon is érmet szereznie. Az ikonikus sportember azt vallja, történt, ami történt, menni kell tovább. Amikor velem a baleset történt, akkor az első az a döbbenet meg a csodálkozás volt, és hogy miért pont velem történt ez. Aztán nyilvánvaló, hogy akkor lettek leginkább már tiszta és jó gondolataim, amikor elmúlt a fájdalom. Mélyen legbelül van egy nagyon-nagyon jó becsomagolt túlélő csomag, amit mindenki ki tud bontani. Tehát én úgy gondolom, hogy vész esetén ez a fajta erőtartalék mindenkiben benne van, csak az a nagy kérdés, hogy ez hogyan és mikor nyílik ki. Az első időszakban az talán a legrosszabb, hogy az embert a szerettei, a barátai tartják életben, kap, de adni nem tud semmit. És hogyha ez ilyen kapcsolat marad, vagy ilyen kapcsolatrendszer marad, akkor az ember a végén egyedül marad. Engem nagyon inspirált az a szerető közeg, az, hogy a világ minden tájáról odajöttek. Ausztráliából, Olaszországból, Nagy-Britániából jöttek emberek engem látogatni, és én jól akartam lenni. Még nem voltam jól, és azt akartam mutatni, hogy én jól vagyok, és előbb-utóbb tényleg jól lettem. Szekeres Pál örömmel elfogadta a Richter Phoenix közösségvédnökségét, hiszen elismeri azokat a bátor nőket, akik hozzá hasonlóan felálltak a mélypontról. Fontosnak tartja, hogy biztassa mindazokat, akik mernek és akarnak is változtatni.